Szervezünk egy nemzetközi konferenciát, és az évben ügyködő, dolgozó pedagógusok tudományos munkásságát is bemutatjuk. Kulturális életet, kulturális programot szervezünk, tárlatot, vagy kórus találkozót, vagy olyan ifjúsági bemutatót, ami az itteni belső életet mutatja be. A mai alkalom az a kutatásoké, a történészeké, hiszen Csatári Tanár úr a történelem tanszéknek a vezetője, egy új könyvvel állt elő, és ezt a könyvet ajánljuk a mai nap folyamán bemutatóként a fiatalok és az érdeklődők figyelmében. Ezt szerveztük meg, és innét én át is adnám a szót kedves vendégeinknek, akik opanálták és akik vezették, és nagy örömmel köszöntöm köreinkben mindazokat, akik elvállalták. Szabó Gézát a Nyíregyházi Főiskola képviseletében, akiről egyébként fiatalok nem tudják, pedig nagyon sokat köszönhetnek nekik, hiszen 15 évvel ezelőtt, amikor a főiskola elindult, akkor minket is fel kellett nevelni. A semmiből indult ezen a területen, és a Nyíregyházi Főiskola volt az, amelyik elindított minket, fogta a kezünket, és felnőtt, felelősségteljes szülőként elengedte akkor, amikor el kellett engedni, de a hátunk mögött szakmailag mindig ott állt és segített minket, és ezt nem tudom elégszer elmondani, így ezúton is köszönöm neki. Ő volt ennek a képzési formának az egyik felelőse, szakmai megbízottja az akkori főiskolán. Most viszont, ha jól tudom, opponálni jöttél, és te fogod újra bírálni a Gyuri könyvét. Nagy szeretettel köszöntök két intézménynek a vezetőit is körünkben. Egyrészt a Nyíregyházi Levéltár igazgatóasszonyát, másrészt a Felektárdi Levéltár igazgatóasszonyát, hiszen mindjárt tudjuk, hogy Csatári György kutatásai a levéltárhoz kötődnek, és mind a ketten nagy szeretettel elmondták, hogy oponálják és jelen lesznek a mai napon, és segítették az ő munkáját, hogy a könyvét megírja. Isten hozott mindenkit, és most már sokat beszéltem, legyen kárszerű, és a
lehető következő a munkáig az idő. Átadnám a szót, aki vezeti. Kedves vendégek, Kulacsi Miklós Nyíregyházi Nyíregyházi Levéltár igazgatója, és nagyon nagy megtiszteltetésnek érzem, hogy én kaptam azt a lehetőséget, hogy ezt a mai könyvet mutatok vezetetem. Pontosabban, hogy megismertethetem önöket a szeretettel. Én magam a régi iratok és a könyvek között élek, és gondolom úgy vagyok, mint ahogy itt sokan, hogy a saját könyvespolcomon különböző kis kupacokban vannak a könyvek. Vannak olyan könyvek, amelyek szakkönyvek, amelyek minden nap leérnek az ember, mindenképpen forgatnia kell, mert kell a munkájához. Lehet, hogy nem szép, lehet, hogy nem mutatós, még az is lehet, hogy túl kismetővel írták, de szükségszerű. Aztán vannak olyan könyvek, amelyek szépek, és akkor veszem le, amikor a lelkemnek szüksége van arra, hogy egy kis szépséghez jusson a könyv által. Aztán vannak olyan könyvek, amelyek nagyon kedvesek számomra. Ezek a könyvek pedig azok, amelyeknek a szerzőit én magam is ismerem. Valahogy másképpen fogja meg az ember a könyvet, ha tudja, hogy ki az, aki írta. Ki az, aki ezt a könyvet összeállította. Miért jött létre ez a könyv? Mi volt a célja annak, hogy ez a könyv megszülessen? Ezt a lehetőséget most erre szeretném felhasználni, hogy a Csatári Tanár úr könyve az itteni délután után a saját polcukon arra a kis helyre kerüljön, ahol a legkedvesebb könyveik vannak. Ehhez azonban meg kell ismerni a szerzőt. Amikor megkaptam a felkérést, akkor arra gondoltam, hogy én ismerem Csatári Tanár urat, ha szabad mondanom, már közel negyed százada. Több mint 20 éve találkoztunk Nyíregyházán a levéltári napokon, mind a ketten nagyon fiatal, nagyon lelkes levéltárosok voltunk, és meg akartuk váltani a világot olyan tekintetben, hogy azt gondoltuk, hogy szabad lehetőségünk lesz nekünk Bereg megye forrásainak feltárásában, és itt mindenki a helytörténet iránt fog érdeklődni, és szabad kutatás és rengeteg könyv fog bennünket majd körülvenni 40-50 éves korunkban. Hát ennek csak egy része valósult meg, de azért örömmel mondom, hogy egy kis része talán mégis, mert a kutatás folyik, a kiadványok pedig, ahogy a mostani könyvemutatók is mutatja, megjelennek. Amikor mi együtt dolgoztunk, akkor mi azt láttuk, hogy tanár úr előad, tanulmányokat ír nekünk, Rákóczi Kornél. Amikor aztán újra együtt dolgoztunk, akkor hozta a Református Egyház megye jegyzőkönyvét, és azt mondta, hogy közösen adjuk ki. Rendkívül érdekes volt, egy kicsit távol állt a Rákóczi Kortól, de levéltároshoz nagyon közel. És mikor rákattintok a főiskola honlapjára, mint ahogy bizonyára önök közül sokan rákattintanak, és végignézi az ember a kiadványokat, akkor látja, hogy tanár urat nem csak a Rákóczikor érdekli, mert nem csak a református egyház megye iratai érdekli, hanem az összes többi megye is, és az összes többi irat is. Hát azért van ez így, mert nem csak tanár, hanem önök életére levéltáros maradt, ha már egyszer az volt, hiába most a katedra a főmunkahelye. De hát tudjuk mindannyian, hogy az ember nem születik se levéltárosnak, se tanárnak, hanem születik kisgyereknek, diáknak, egy olyan diáknak, ahol itt a pedagógiai főiskolán talán nem állt, ha ráirányítjuk a figyelmet, hogyha jó tanára van, jelen esetben, ha jó történelem tanára van, akkor még az is lehet, hogy a történelem kutatása felé fog sodródni. Hogy így van-e, hogy tanár irányított a tanárulat a történelem felé, vagy esetleg valami más, mondja el ő maga. Először azt szeretném megjegyezni, hogy másik tisztelt bújunk össze itt ebben a teremben, a levéltárosok, és mind a kétszer, mint már másodszor is az a cél, hogy egy hosszú éve érlelődő kiadvány adjuk át a olvasó közösségnek. Az első alkalommal ugyanígy mutattuk be, akkor már a budapesti levéltár segítségével a kárpátaljai levéltáros pontjegyzéket, ami azóta is a
miként van nyilvántartva a szakirodalomban, mivel még ilyen levételi fundéknél nem készült kártatlan, és ezután végre nyitottá vált, vagyis megtudhattuk azt, hogy mi van ebből a kártatlanai beregszázi levétával az 1945 előtti anyagokban. Hát ez a könyvemutató szinte lehetjük úgy is, hogy ennek a folytatása, hisz ebben a könyvjegyzékben benne van ez a úgynevezett Máramarosi Ötkorona városnak a levéltára is, csak ez egy sokkal részletesebb, alaposabb jegyzék arról, hogy mit tartalmaz ennek az öt városnak a levéltára. Na most a második gondolat, amit el szeretnénk mondani, ilyenkor el szokás mondani ugyebár, hogy született a könyv, mi az oka, hogy a szerző szóval előkészíti a kéziratot, és hát ennek a könyvnek az írására, vagyis a jegyzéknek a lefordítására és kiadására úgy jutottam el, hogy mivel azt már említettük, hogy sokáig dolgoztam levéltárban, egészen 15 évig, és az olvasóteremben is ott voltam, dolgoztam, sok kutatót ismertem meg, és nagyon sokszor elhangzott még itt a 80-as, 90-es évek környékén, hogy ebből a régióból, ebből a Máramaros régióból nagyon kevés anyagunk van a levéltárban, sőt, nincs is, és találkoztam olyan kutatókkal, hát ezt már így utólag tudtam meg, hogy annak idején, a 80-as években azon címen voltak elutasítva a levéltári kutatástól, hogy hát Máramarosra anyagunk nincs egyáltalán, van Hungra, Beregre, a Nugocsára vonatkozóan, Máramarosnak. Ez részben így is van, mert tudjuk azt, hogy Máramaros vármegyének a levéltára, ez Máramaros szigeten maradt, ugye a trianoni határ rendeződés után ez a levéltár Romániába került, és az anyag, ez a máramarosi anyag csak úgy maradt itt nálunk, hogy ennek az öt koronavárosnak Técső volt a közigazgatási központja, és itt szervezték a levéltárat is. Úgyhogy ennyi, ilyen szempontból különlegesség, hogy erről a régióról egy teljes egész anyagunk van, és pontosan ez az anyag várostörténet, ami hát a várostörténet nagyon fontos és viszonylag elhanyagolt történetírói téma Kárpátalján. Szóval ez volt az egyik ok, ami elkészült ez a kötet. A másik ok, azt is elmondhatnám, hogy az egyik kárpátaljai helytörténészünk megjelentetett, kiadott egy Técső történet könyvet, most nem mondom a nevét, az a címe a kötetnek, hogy Tetsző nekem ez a város. Ebben a könyvben le van írva, hogy végül is a máramarosi Técsőnek a történetéből, a város történetéből semmilyen okirat, semmi nem maradt meg, a világháborút elvitték, és ami megmaradt, és az is átkerült valahol a Romániába, amit most hát szinte lehetetlen kutatni. Erről reagáltam is, erre a kőre reagáltam is annak idején, és hát sajnos a szerző nem lehet-e jó néven egy kicsit megsértő, végül is nem ért igazat, mikor Técsőn városának történet egy szépen öntően össze van foglalva ebbe a fontba, és ami a rendelkezésünkre áll. Úgyhogy a város történetről, a kárpátaljai kutatásokról még azt megjegyezném, hogy nagyon
Silány várostörténetre vonatkozó irodalmunk, Munkácsnak a története talán a legteljesebb, Ungvár történetéből is vannak munkák, de az összes többi városra komoly levéltári munkák tartalmazott tanulmányok nincsenek kiadva. Hát ezért is lenne fontos ezekből a forrásokból megtanulni azoknak, akik történetírásra adják magukat. Úgyhogy a könyvről most még elmondanám, hogy sokat kellett vele dolgozni. Egyrészt, mert a levéltárnak a belső opiszát, tehát ilyen levéltári egységet, a jegyzéket kellett lefordítani magyarra, és ez hát nem kis problémát okozott. Kivált éppen akkor, amikor ukrán és orosz nyelvű anyag alapján kellett dolgozni, és hát sajnos annak idején, hát azt kell mondanom, hogy olyan emberek állították össze az iratjegyzéket, akik nem értettek a levéltár történethez, meg a hivatal történethez, úgyhogy sok hibát kellett az orosz és az ukrán szövegből kijavítani. Meg kell mondani azt is, hogy azért maradtak benne kisebb, nagyobb hibák, de hát a recenzensek erről bővebben szólnak, és ezeket a hibákat természetesen, amelyek itt a nevek körül lesz, így érzem előre, ezeket én vállalom, hogy a neveket, a település neveket és a család neveket, hogy mennyire írtam benne helyesen, de hát a vitókor majd ezeket nekem gondolom megbocsátja. És hogy ennek reményében nagy tudalom mellett várom a recenzenseknek a hozzászólását. Azt szeretném, hogyha mindegyik ilyen felszólalás után lehetne feladni esetleg kérdéseket, és egy ilyen kötetlen hangnemmel, kötetlen beszélgetésben folyna ez a könyvbemutatás, ahol hát sok mindenről lehetne beszélni, elsősorban a levéltári rendszerezésnek a problémáiról, a levéltári jegyzékeknek a magyar fordításáról, hisz nagyon jól tudjuk, hogy van csak ebben a veregszászi levéltárban körülbelül 1600 font, körülbelül kisebb-nagyobb terjedelemben, és hát természetesen mindent le kell lenni ezeket a fókuszokat, ezeket a jegyzéseket, a jegyzékeket fordítani magyarra, hogy a magyar kutatók is hát esélyet tudjanak kutatni. Ez nagyon nagy feladat, nagyon nagy munka, és remélem, hogy a későbbiekben is majd sor kerítünk ilyen munkára, ha segítünk nekünk a levéltárosok, és a főiskola is, a diákok is lehet is bekapcsolódni a munkának. Köszönjük szépen, látják, ilyen egy tudós történész levéltáros. Csak a munka. Magáról semmit nem mondja. Pedig nem engedjük el azért, hogy nem mondana, mert a kötetlen beszélgetéshez, meg ahhoz, hogy önök közül is, akik most itt tanulnak, ilyen szerzők legyenek, lehet, hogy kellene egy minta, hogy milyen úton lehet eljutni az általános iskolából, az Ungvári Egyetemről, a PhD-tól, katedrától a könyvírásig. Úgyhogy nem engedjük el tanárodat, meséljen egy kicsit magát. Szóval a szakmai munkám az itt kezdődő, és a levéltárral kapcsolatban itt kezdődő, hogy volt nekem egy unokatestvérem, és
az ajánlja, hogy van egy hely a levéltárban, mivel először engem tudott, nem vettek fel az egyetemre első nekifutásra, még annak idején, és mondta, hogy van a levéltárban egy hely, jöjjek el, nézzen meg, tetszik nekem, nem pont tetszik. A munka az nagyon poros, és szóval a fizikai előre is szükség lesz. Megpróbáltam, vállaltam, és hát talán itt szellemültem át ilyen fiatal koromban még. Itt izleltem meg a dokumentumoknak az ízét és a korát, és végül ott ragadtam meg a levéltárban, és ahogy mondtam, 15 évet dolgoztam különböző beosztásokban a levéltárban. Szerettem azt, hogy az eredeti okiratokkal dolgozunk, minden ennek a munkának minden negatívumával együtt. Engem be kellett öltözni annak idején az első években, és hát ilyen iratellenőrzéseket végeztünk, és javítgattunk. Hát valami hasonló munkát szóval csináltunk, mint ebben a könyvben is, szóval a könyv is látszik. A későbbiekben pedig hát végül is sikerült az egyetemen felvételni. Itt tanultam végig, szóval levelező szakon. A levéltárban az egyetemet és az évfolyam munkáimat, a dolgozatokat, a referát munkáimat, mindent ilyen levéltáros témára írtam, aminek köszönhetően hát sikerült megjelentetni több ilyen kiadványt. Hát különösképpen a Rákóczi Szabadságharccal foglalkoztam, és ebből is írtam a dolgozataimat, szintén egy nagy levéltáros eltáró munkába vettem részt, és az egyik alkalommal, hát is akkor a diploma munkámat léptem, akkor mikor elmondtam a mondani valamit a professzor urak előtt, akkor hát azt is azt tudni kell, hogy ehhez a témához abban az időben kevésbé értettek a tudós professzorra, és feladtak egy nagyon érdekes kérdést, és a nagyon értelmesen megválaszoltam, ahol is sorátom rajta. A kérdés az volt, hogy mivel Rákóczi Szabadságharcot tanultunk, vagyis írtam, hogy hány kuruc katona volt Kárpátban. Egy rövid gondolkodás után rögtön rávágtam, 12 ezer. 12 tanú professzorság kívül. Sokat tudhat, ha mindent összeszámolni, név szerint is tudja. Úgyhogy voltak ilyen szakmai örömeim is, mikor a nem tudásból tudást tudásra. Nem tudom, még ha vannak kérdések. Bizonyára sokan jártak már levéltárba. Nem tudom, hogy átérték-e azt az élményt, amiről a tanár úr mesél, hogy átérték-e azt az élményt, hogy az iratnak iratka van, és fantasztikus időutazást lehet vele tenni. Száz felé el lehet kalandozni a munka, el lehet kalandozni a Rákóczi kód felé, és el lehet kalandozni a megyék történetének az irányába is. De ezt a kalandozást, ezt nem mindig szép irodalmi stílusban lehet továbbadni, közvetíteni, hanem lehet forrásválogatással, olyan nagyszerű forrásoknak a közbeadásával, ami annak is lehetőséget biztosít azoknak, akik nem jutnak be a levéltárba, hanem csak otthon forgatják a közöket. És lehet olyan jegyzékekkel,
amelyek elindítják az embert majd a levéltárban, mert ha elolvassa a jegyzéket, és talál benne három olyan iratot, ami fölkelti az érdeklődését, biztos vagyok benne, hogy rögtön átmegy ide a szomszédba, és a levéltárba beiratkozik és elkezd kutatni. Hát milyen ez a jegyzék? Javaslom, ismerjük meg. Dr. Szabó Géza tanár úr, akinek 100 címét is elmondhatnék. Mindenféle elnök, és hadd büszkélkedjek vele, hogy a szabályozatlan emberek meg egy közismeret egyesületnek is az elnöke, nem csak itt az alapítvány elnöke, és a mi főiskolának is tanára, és ha nem tudom, hogy az én történelem tanárom is volt, vagy érdemle van arra, hogy engem is érdekel a történelem, a történelem szakosként is érdekel a levéltár, most lássuk, hogy ő mit állt meg ebbe a kötetbe, és mit ajánl az öreg gyerekbe. Szépen. Tisztelt hallgatóság, először tapasztalom, hogy Orosz-Ítikó elnök asszony a foszkéremet kelti, mert hogy szó szerint azt mondta, hogy úgy tudja, hogy Oppenheimer jött. Na most, ha valaki Oppenheimer megy, akkor érzelem nélkül elfogadható mond véleményt, esetleg kemény kritikát, amit a szerző is megjövendőlt, de én azzal szeretném kezdeni, hogy nem elfogulatlanul jöttem, hanem nagyon is elfogult vagyok Csatárny György könyvével szemben. Ugyanis Csatárny György könyve a Máramagasi Öt Koronaváros levéltára 1326-1910 címmel értékes több aspektusból is kiállítható munka. Amit a szerző a bevezetőben tárgyalagosan és több egyszerűséggel megállapít, hogy az Öt Koronaváros múltját kevésbé ismeri történetírásunk, az a valóságban akár az egész történelmi régióra is igaz. Rendszer kritikai fejtegetések Máramaros megye történetéhez című az Új Magyar Múzeum folyóiratban 1857-ben megjelent úttörőnek számított munkáját csak néhány tanulmány követte a 19. század végén és a 20. század elején, majd az ezer forduló táján találkozunk újra néhány feldolgozással, és a koronavárosokkal igazából csak egy-két város történeti vonatkozású munka, Miskolc és Pécs esetében köztünk az is, amit Csatárny György említett, illetve a kárpátaljai születésű és Budapesten élő művelődés történész S. Benedek András a kisebbség kutatásban 1999-ben megjelent széles horizontú tanulmánya foglalkozik. Azt, hogy a koronavárosok történetének kutatásában 7-8 évtized is kimaradt, sok oldalú elemzéssel is megmagyarázhatnánk, de nem elsősorban politikai, nem is főleg kárpátaljai mulasztásként, hanem az egész magyar történész társadalom érdeklődés hiányaként, aminek negatív lenyomata benne van az 1971-es úgynevezett lila bibliográfiában, ugye a történész hallgatók is ismerik a magyar történet válogatott bibliográfiáját, illetve amely ugye 45 és 68 közötti terjedő korszak magyar történetírásának a gyűjteménye, illetve a Magyarország helytört honismereti bibliográfiája 1972-ben megjelent vaskos kötetében. Egyik munkában sincs ugyanis sem koronaváros, sem Máramaros címszó. Lám egy konkrét következménye annak, hogy évtizedekig a történettudomány kánon nem a történelmi Magyarországban gondolkodott, hanem csupán a trianoni határokon belül. A két említett bibliográfia jelzésén túl még megdöbbentőbb az a jelzés, ami a magyar történelmi fogalomgyűjteményekből jön. Még a szakmailag legalaposabb 1980-as egri kétkötetes összeállítás sem tartalmaz koronaváros szócikket. Van benne koronabirtok, koronatanács, koronázás, koronázási hitlevél, koronázási jelvények, de koronavárosra nem futotta. Fentiekkel azt szeretjük volna érzékeltetni, hogy Csatárny György könyve abból az aspektusból is nagyon fontos, hogy ráirányítja a figyelmet a ténylegesen elfeledett, sajátos jogállású településformára, amelynek privilégiumai a sóbányászatnak köszönhetően alakultak ki. De mérföldkő a könyv abból a szempontból is, hogy a rendkívül gazdag beregszászi levéltár egy szeletét részletesen bemutatja, ismerteti, segít annak használatában. Az ugyanis, amit mi magyarországi kutatók már a múlt század 90-es éveinek elejétől kezdve Foltin Dezső és Csatárny György jóvoltából megismertünk a levéltárból, rejtett kincseket ígért.
Kun-Beleg Máramaros Kugocsa megyék iratanyagain túl, Beregszász Munkács Kunkvár polgármester iratai, a Földművelési Minisztérium hegyvidéki kirendeltségének iratai, fontos családi levéltárakat, köztük a Berényiekét, a Sembornakét, a Munkácsi Görögkatolikus Püspökség levéltárát, a Csetnekhegyi Kolostor iratanyagait és az öt koronavárosi levéltárát. Bepillantást nyertettünk a levéltár hatalmas anyagába, kívülről, ízelítőket kaptunk az intézmény hányadtatott történetéről, és a bőrünkön éreztük a kutatási nehézségek és az érthetetlen, tudatosan támasztott adminisztratív akadályokat. Az volt a legnehezebben feldolgozható, hogy beregszászi tanítványaink is csak évek múlva jutottak a természetszerűen járó kutatási lehetőségekhez. Mindebben a harcban azt mondhatnánk, hogy a kezdetben felháborító helyzetben, akkor a levéltáros csatár jött a lehetőségeihez képest a legfontosabb szövetséges volt. És hogyha az elfogulatlanságot ebből a szempontból is magyarázni kellene, csak azt mondanám, hogy nagyon kevés ember tette volna meg, hogy a Beregszász dualizmuskori történetével foglalkozó kutatót, aki én voltam, hogyha nagy nehezen bejutottam a levéltárba, segített azzal, hogy a hiányos orosz tudását kisegítette egy-egy fordításnál, mert az opiszokat idegenként kezelte az ember. Akkor sokunkban illúzióként fogalmazódott meg a levéltár akadálymentes használhatósága, a levéltári segédletek sora. Csatári György korábban a Tiszahát történetének forrásait is ismertette, a mostani műve már a többedik folytatást jelenti. Úgy érzem, ezek a gondolatok itt Beregszászban szervesen hozzátartoznak Csatári György legújabb könyvéhez. Az öt koronaváros, Huszt, Lis, Técső, Hosszúmező, Máramaros-sziget története egyszerre sajátos, ugyanakkor magukon viselik az egész magyar történelem hányadtatásainak nyomait. A sómonopóliumhoz kötődő privilégiumok a térséghez viszonyítva nagy gazdasági előnyöket és szabadságot jelentettek, jelentős belső autonómiát, ami a 18. század második felétől kezdve a sóbányászat jelentőségének csökkenésével együtt, a jogi súlyvesztéssel együtt a gazdasági stagnálást is maga után mondta. Ebből a kétségtelen tényből következik a koronavárosok elfeledtségének egy másik összetevője. Az ugyanis, hogy a 20. századi várostörténetek kissé fetisizálták a feudalizmusból a kapitalizmusba a átmenet időszakában az urbanizáció fontosságát, amit aztán még a Magyarország története 7. kötete is folytatott, illetve még kihangsúlyozott. Ezért figyelmüket a felfelé ívelő városokra, a fejlődő történelmi tépződményekre intenzívebben fordították, mint a hanyatló, magasabb jogi státuszokat elvesztő városokra. Erre az elméleti szakirodalomból, Gyimesi Sándor, Erdélyi Ferenc műveiből, de saját konkrét tapasztalataiból is, Nyírpától, Nyíregyháza, Beregszász és Nagyhalász különböző mélységű tanulmányozása után sok példát, bizonyítékot sorolhatnék fel. Csatári György a könyv elején a műfaj hagyományai szerint rövid, lényegre törő bevezetőben ismerteti a műtárgyát, a koronavárosok kanyargós történetét. Ez az alig 4 oldalas bevezető, bár nem definiálja közvetlenül a városok jogi státuszát, hanem szerényen Márki Sándornak a kiváltságlevelekről és rendszabályokról ismertetőjét mutatja vázlatosan, nem helyezi el a városok kiváltságait a középkori privilégiumok rendszerében, ismerteti viszont a városok államváltozásait, Magyar Királyság, Erdély Fejedelemség, vagy Csehszlovákia, Ukrajna, Magyar Királyság, Szovjetunió, Románia, ismerjük ezt a történetet. Károly Róbert 1329. október 26-án kelt kiváltság levelétől kezdve felsorolja a megerősítő privilégiumok sorát, és a bevezetőt a közléstechnika néhány mondatos bekezdése zárja. Kis húzással azt mondhatnánk, ennek a bevezetőnek a legtöbb bekezdése felhívás egy-egy résztanulmány, egy-egy forrás elemzés megírására. A bevezető az 1329-es oklevél 1764-es magyar fordított változata követi. A szerző, a tipográfus és a bolygólap tervező együttműködését szimpatikus, talán tudatalatti humorérzékét is mutatja, hogy ez azért jobban olvasható, mint a felőlapon levő eredeti oklevél, de az esztétikus, betitikus így is megdolgoztatja a nyomotlan olvasót. Én a kritikával egyik merészem.
intézkedik el. A könyv az iratoknak a levéltári rendszerint adja közre. Közlésük lényegre törő, konzekvens. A kötet három részben körülbelül 2500 iratot mutat be. Az olvasóban már az ismerkedő első lapozások után is sokféle kutatás lehetősége merül fel. Az is látszik, hogy egy-egy téma kutatásához az anyag ritkán ígér idősoros adatok, pláne táblázatok összeállítására lehetőséget, de ezek az anyagok a más megyék, más városok és az országos nemzeti monográfiák anyagaival összevetve hasznos forrásnak ígérkeznek. Ebben a könyvben sok-sok szakdolgozati téma lehetőség van. A könyv 3.-5. átlapozásakor 18-20 olyan témát írtak ki részletesen, amelyek az országos várostörténeti érdekességeket is jelenthetnek, illetve amelyek országos közigazgatás, gazdaság, illetve jogtörténeti ismereteinket is gyakorlanák. Ezekről időkímélés céljából az oldalszám, tételszám és az évszám mellőzésével csupán egy lista néhány szavas kiegészítéssel. A városok közötti szerződések, amiben nyilván lehetne elemezni a városok egységét, vetélkedéseit, a jogállás különbözőségeit a különböző városokban, és ami még engem megfogott, a Técső-Máramarosziget vetélkedésnek a történetét is, amit én Beregszász Munkács esetében próbáltam már megfogni, de hát ugye nálam halatottabbak, Nyíregyháza Nagykálló, illetve Nagykálló Szatmárnyi esetében analogikusan meglátták, feldolgozták. Aztán a városok privilégiumai, nyilván más várostípusokkal összehasonlítva, a katonaságról, az adókról, a visszabályozásról, az ingatlanok adásvételeiről, a forgalom, az árak elemezhető, a vásárokról, nagyon szép anyagok, eladott állatokról, ragyogóan össze lehet hasonlítani az 1890-es mezőgazdasági statisztikával, lakosok vagyonügyi vitái, büntetőügyek, jog és erkölcs kapcsolata, becsületsértések, ami különösen izgalmas dolog, a közelkölcsök kérdését, illetve a 18. század második felében papok jelentenek a hivatalosságoknak, hogy a családon belüli durva viselkedés volt tapasztalható, különös hely. Aztán a kolera járványról a 48-49-es nem magyar anyanyelvű lakosok részvételéről, illetve az, hogy ezek a résztvevőket megfigyelték az események közben is, és utána is. A megfigyelés sem ugye, a legújabb kornak a vívmánya, illetve a zsidó lakosság létszám adatai már a 19. század elejéről, ami nagyon jó előzmény a későbbi nagy népesség összeírásokhoz. Tisztelt hallgatóság! Csatári György tollából 1993-ban jelent meg a Levéltári Kalászatok című tanulmány szövegközlemények, ami az én polcomon az első csatári könyv. A második könyv, ami az én polcomon van, az 9 év múlva született a Rákóczi emlékek és emlékek Kárpátalján, és most a polcomon egy harmadik könyv újra 9 évvel később született meg. A három könyvben és a köztük megjelent tanulmányokban, amikből egy-kettő természetesen megvan nekem, de a könyvek nem mind, felfedezhető olyan tudatos építkezés és saját eredményeire támaszkodó konzekvens előrelépések, amelyek alapján nem kockázatos megelőlegezni, hogy a következő kötet az én polcomon Csatári György tollából nem kell 9 évet várni. Köszönöm szépen! Iskolának, akkor láthatja, hogy Csatári tanárodnak több munkája is megjelez. Biztos van a polcán olyan, amiből jut még a tanárodnak. Ajánlom figyelmébe, és most már nem tegyenjük tovább ezt a könyvet sem. Megmutatjuk ezt a kincsesványát, ami nagyon szép, nagyon baráti, hiszen nem 600 oldal, csak néhány száz. Hogy látja, hogy történészet hallhattunk, de hogy látja, hogy levéltáros, a szakember, aki lehet elfogult, hiszen egy munkatárs mindig elfogult a másik munkatárs munkájával szemben, meg lehet kritikus is, hiszen ott él közötte, tudja, hogy mi az, ami megjelent. Gondolom, hogy nem
szeretnék bemutatni, különösebben Kutas Ilona igazgatóhelyettes asszony, a Kárpátaljai Állami Levélben Beregszászi részlegének vezetőjét, aki most elmondja, hogy hogy látja ezt a könyvet, mire érdekes. Hát, hogy elfogult vagyok-e, ez még az is hozzá tartozik, hogy nem csak kollégákkal, a közeli barátságból vagyunk csatári tanárúval, úgyhogy bármikor dicsérik, én nagyon büszke vagyok, hogy dolgozhattam vele. És még most is visszavettem. És vissza is csalmánkodtunk. Hát így nyilvánvalóan lát, hogy a Máramarosi Jótkoronaváros lejöntelen a 9 iratanyag, a Kárpátaljai Állami Levéltár, Beregszászi részlegén található. Levéltárunkban a koronavárosok levéltárának anyaga a fondjegyzék szerint a 60 éves számot kapta. A fond három leírási egységben, azaz OTIS-ban, 1926-1910 közös időszakra vonatkozó 2534 irategységet, vagyis juridikus derékányát tartalmazik. Az iratok a koronavárosok történetét, az igazságszolgáltatás tükrözik a pontban, őszokatok között vannak királyok levelek, a koronavárosok kiváltságának megerősítéséről folyamat válik a királyokhoz és erdélyi fejedelmekhez, a kötelességek csökkentéséről és a városok privilégiumok megerősítéséről, a sóbányászatról, a só értékesítéséről, büntetőjogi, vagyoni perekről, vallási vitákról és sorban. A fond iratanyagát a szovjet levéltári rendszer szerint rendezés 1953-ban került, itt a Beregszászi részlegen. Itt el szeretném mondani, mert nem tudom, hogy mindenki tisztában, 1945-ben megalakult a történelmi levéltár, Ungváron. És 1946-on területi levéltár kezdte működését, és helyi hiányban nem találtak egy megfelelő épületet Ungvár, és itt került ide 1953-ban az iratanyag Beregszászból. Ezeket az iratokat már dolgozták fel az itteni akkor levéltár. Amit már említettük, mert már többször elhangzott, hogy a levéltárban dolgozott csatári tanárunk 1997-ig. Az is elhangzott, hogy több kötet szerzője, több tanulmánya jelent meg, több cikke, és ha megnézzük ezeket a tanulmányokat, könyveket, majdnem mindenhol feltalálható a levéltári anyag. Tehát bárki kezébe veszi, nagyon sok minden megtudhat a levéltári iratot, megismerhetik a levéltári iratot. Az utolsó éveiben, munkásságának utolsó éveiben Csatári Tamár úr a kutatóterem vezetője volt a levéltárban. Munkája során számtalanszor lehetett szemtanúja annak, hogy milyen nehéz dolgozni azok kutatók számára, akik nem tudják az orosz és ukrán nyelvet. Én úgy gondolom, mert ez felmerült már többször is, hogy ez is egy ilyen elhatározásra így jutott Csatári Tamár úr, hogy meg kell csinálni egy levéltári iratanyag tartalom kivontatának közzétételét magyar nyelven. Az ő választása 61-es számú fondra jutott, de gondolom, hogy még ez továbbra is folytatni fogja. Gyuri, és én gondolom, hogy ennek én is ott vagyok, meg a mostani kollégák, úgyhogy szívesen látjuk, és segítünk. Azt is el szeretném mondani, hogy ez a kötet, ez a magyar nyelvű kiadvány, amely a Kárpátaljai Állami Levéltár iratanyagának tartalmazva, nem az első, másodiként jelent meg. Az első ilyen kiadvány a Szabolcs-Szatmár Bereg megyei levéltár és a Kárpátaljai Állami Levéltár közös munkája, amely Bereg vármegye főispánjának iratanyagából az egyes számú okvízban található anyagot közli. A kötet a szerző által tét bevezetőiben, de egy tanár úr már részletesebben elmondta, hogy a kutató és az érdeklődő olvasó tájékoztatást kap a koronavárosokról, azok kiváltságokról. Ezt követi Károly Robert 1329-es privilégium levele,
és a könyv nagyobbik részét az Ötkolona város levéltári anyagának ismertetője teszi ki, amely okviszóban kint van megadva, feltüntetve az iratettség számát, sorszámát, tartalmi kivonatát, évkörét és terjedelmét. Mivel az ismertető táblázatban van, könnyen olvasható. A könyvben megtekinthető Máramaros megye és az öt koronaváros címere, valamint egy kép a koronavárosok tisztélmények művéről. Én szerintem jól mutat mégiscsak a borító, és a beléd is jó minőségi, nem áttetsző papír. Aztán mindnél megmutattam, az iratok születidőszakban lettek feldolgozva, ezért az opiszok eredetileg orosz és ukrán nyelven készültek. A levéltár iratkanyag tartalmi kivonatának meghatározása a személy és helynevek azonosítása során sok helytelen adat került az opiszokra. És itt, mivel kötet ezek opiszok fordítása, tehát ugyanazok a pontatlanságok ismétlődnek, de itt ezt el kell, hogy mondjam, hogy ez tanárul nem is tudta másképp csinálni, mert hisz akkor nem lett volna a mi opiszaink a megfelelő a magyar fordítás. Máramaros Ötkoronaváros levéltár a című könyv fontos szerepet játszik a Kárpátaljai Államú Levéltár gyűjteményének megismertetésében. Mikor megjelent ez a kötet, azt követően levéltárat felkereste egy diák, aki szeretett volna választani szakdolgozatához témát. És mikor megtudta, hogy megjelent a Csabály Gyuri könyve, akkor két okból választotta ezt a Ötkoronaváros történetét, és az egyik az volt, hogy a Varsóban nagyon dolgozhatott. És nagyon megörült neki, mivel Budapesten tanult, és egyáltalán nem beszél se oroszul, se ukránul. Remélem, hogy a kárpátaljai diákok is bátrabban fordulnak levéltárunkhoz, és gondolom mostanában mindenki megkapja a kutatási engedélyt, ilyen probléma már nincs. Várjuk a forrás közzétételet a diákokat. És bár nincs felhatalmazásunk, kedves diákok, de gondolom Szabó Géza tanárnő még kicédulázott kis témákat erről a vastagból. Szívesen töltsön adja azoknak, akik élni akarnak a meghívással, és el akarnak látogatni a levéltárba, és egy picit belepillantani ez alapján a vastag alapján a Máramarosi kiadóba. És a tanárnőnek pedig csak annyit mondhatok, hogy nagyon sajnálom, hogy ez így sikerült. Tudom, hogy várta, hogy majd sorolja itt mindenki a hibákat, most nem sorolta. Mert most az volt a lényeg, hogy a figyelmébe ajánljuk mindenkinek ezt a szép kis kötetet, de nem tudom, a recenzensek nevébe ígérhetem, hogy hazamegyünk, mindenképpen keresünk benne legalább egyet, és megírjuk majd neki nyelven. Addig pedig maradjon ez a szép kis kötet itt a könyvtárban, legyen az önök polcán is, ha pedig nincs alkalmuk, hogy ezt megvegyék, hogy a polcokat egyik, akkor kapítsanak fel az interneten, és nézegessék ott ezt a kötetet is, és a főiskola többi kiadványát is, amikre szívből gratulálok. És engedjék meg, hogy a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei kutatók nevében is köszönetet mondjak ezért a könyvért, mert higgyék el, hogy nálunk nagyon sokan érdeklődnek Szabolcs-Szatmár-Bereg, Ugocsa, Ung és Máramaros megye történeteinek is. De a mi levéltárunkban szinte annak sincs. Tehát ha valaki érdeklődik, akkor vállalnia kell, hogy eljön ide Beregszászra, és itt kutat. Aminek a legnagyobb akadálya a nyelvtudás hiánya. És nagyon kedvesek a levéltárosok, amikor jövünk, mindig a segítségünkre vannak. De hát nem nyaggathatjuk őket mindig, hogy tessék már ezt, meg ezt, meg ezt, meg ezt is lefordítani. Na meg az iratot is! Elég, hogy csak a rajztomot, ha sok ilyen rajztomunk lesz, akkor bízom benne, hogy mi magunk számára is a megyei történetre egy picit feltárol, egy picit ismerté válik, és azt hiszem, hogy az identitástudatot, meg a szívünk is másképpen fog dolgozni. Miután tanárok felhatalmazottan, de hogy kérdezzenek,
Ha van valakinek kérdése, gondolom, hogy tanárod is, és a recenzens, aki szívesen válaszolnak rá. Azt is gondolom, hogy ezt meg lehet tenni ugye a nyilvánosság nélkül négy szem közt is, tehát lehet tanárodtól is, pedig ott a Szabó Géza tanárodtól, és kutassíron a igazgatóhelyettes asszonytól is kérdezni, ha ennek a rendezvénynek vége a folyosón is, ha pedig kérdésük nincs, akkor lapozgassák a könyvet, hát ha lesz. Én köszönöm szépen, hogy figyeltek, és akkor végezzük. Köszönöm szépen. Ha nincs kérdés, és ugye ez a mai könyvbemutatónk, ez nagyon kedvesre, mindenki hangulatúra sikeredett, ami az is, hiszen olyan anyaghoz jutottunk a kutatások eredményeként, ami az utóbbi évek levéltár által megnyitott lehetőségének az eredménye. Így engedjék meg, hogy itt köszönjem meg, hogy most már valóban bejutottunk a levéltárban, mert évtizedeken keresztül igenis nehéz volt, hogy Kálmánt idézzem, aki valószínűleg itt van, mint történész, mindig mondtam, hogy börtönben vannak az anyagok, mert ez az volt, és most is aként használják, és nagyon nehezen engedik ki. Én nagyon-nagyon örülök neki, hogy sokan foglalkoznak ezzel a mai napon, és annak is örülök, hogy felvetődött az a gondolata, hogy mind ezeket a leíratokat föl kellene fedni a magyar kutatók előtt, és is le kellene fordítani, és én ezt tovább gondoltam. Én annak örülnék leginkább, ha az itteni anyag felkerülhetne az internetre, úgy, ahogy fölkerült a ti anyagotok Szabolcs-Szatmár Ferencről, mert én megint szegény Kálmán Gyögyön végére idézem, aki nem igazán kezelte a komputert, és nehezen szokott hozzá, hiába állítottunk a szobájába egyet-kettőt, míg nem egyszer fel nem fedezte, hogy hát ez milyen jó neki, hát minden anyag rajta van Szabolcs megyéből, amit ő kutatott, és hát milyen jó ez a dolog, milyen fontos. És rögtön mellé ott van a gondolatom, hogy mennyire igaz ez. Egy évvel ezelőtt volt itt nálunk egyik nagy írónk, vagy költőnk, az öreg Kányáli Sándor bácsi, és ő mondta, hogy hát, ha ilyen a világ, hogy most már szabad a hely, meg fizikálisan nem kötődünk, hát hurcoljunk fel mi is mindent a netre. Ha ott van a világ, és ott történik mindenkivel, bármi hurcoljunk fel. Úgyhogy tovább gondolva itt ezt a két gondolatot, azt szeretnék, vagy annak örülnék, hogyha ebben találnánk partnereket is, és valóban felkurcolkodhatnánk a netre, és hozzáférhetővé válna a börtönből teljesen kiszabadulva minden anyag, több nyelven is, hogy azok is hozzáférjenek, akik esetleg nem tanultak orosz, meg az orosz és az ukrán felkütéseket nem tudják visszafordítani, hogy értelmes és érthető legyen, és ehhez kérem a segítségét mindazoknak, aki itt van, illetve ez a rendezvény erre is felhívta a figyelmet, és felhívja a figyelmet, és talán ez is hozadéka lesz. Úgyhogy itt engedjék meg, hogy neveletlenségemet is egy kicsit korrigáljam, és egyrészt köszöntsem a körünkbe Kerekes Henriettát, aki a Beregszázi Magyar Főkonzulátus képviseletében van jelen. Most tapsoljuk meg még mielőtt, és kérem arra, hogy amennyiben lehet ezt a gondolatot vigye tovább, egyrészt a fordítást is, mert az is sziszifuszi munka, és bár Gyuri egy részét elvállalta, az nagyon csepp a tengerbe. Biztosak adnak kollégák, akik ebben beleszállnának és beszállnának, és ki egy szép kerek kiadvány keretébe fölkerülhetne, hogy lefordításra kerülne a dolog. De ösztönzöm a fiatalokat is, akik itt ülnek, hogy kövessék a példáját. Nem kell mindenkinek a 20. századdal foglalkozni, tudom, hogy az heves, az jó, abban lehet harcolni, meg sok minden van benne, amit másképp látnak, könnyű is, meg kevés anya, úgy tűnik, de viszont a középkor, a Rákóczikor, ezek a korai út, ez mind olyan téma, amit kutatni kéne, és nevelni utánkodás, hisz Csapány György tanárútól át lehet sok minden tapasztalatot venni, sok mindenben segíthetni, és foghatná a kezüket, és nem utolsó sorban legyek önző, a főiskolának is szüksége lenne középkoros tanárokra is, nem csak az újkor kutatásában, úgyhogy fiatalok, itt a lehetőség, az alkalom, ragadják meg azt a jó indulatot, amit
itt a két levéltárból is fakad, és gyorsan igyekezzenek és törekedjenek, hogy oda kerüljenek. Illetve jegyezzék meg, Csatár tanárról is úgy kezdődött, hogy nem elvégezte az egyetemet, és utána az vörös szőnyegen ott várták az intézmények. Hanem az, hogy eljutott ide, azt ki kellett taposni, és idejekorán elkezdeni a kutatást, és valahol lentről. Nem rögtön főnök lesz mindenkiből, hanem a ranglétrát végig kell taposni, sok minden port be kell szívni, el kell takarítani és átcipelni egyik helyről a másikra, ahhoz, hogy az ember apró lépésről lépésre az 5-ről a 6-ra tudjon jutni, nem pedig 5-ről rögtön a 10-re. Ez önök előtt is ott áll. A most bekapcsolódnak is már most elköteleződnek, és akarnak valamit, valamilyen témakörbe. Nem egyszerre kiinni a tengert és fölfalni a világot, hanem apró lépésről lépésre sziszikuszú munkával megtenni azokat a lépéseket, főleg az elsőt, ami aztán oda vezet, hogy néhány év múlva, talán ebben a könyvtárban, talán nagyobban, talán mások az önök könyvőzésben. Köszönöm szépen, hogy megtiszteltek minket. Köszönöm szépen, és köszöntöm a megyei oktatási pedagógus továbbképző intézet magyar igazgató helyettesét, a magyar tanszéknek is a vezetőjét, Herzog Györgyöt, aki mindig jelen van. A korrigálása volt most, és miután ma emlékezünk, és ma van Rákóczi születésnapja, azt javaslom, hogy emlékezzünk a nagy fejedelemről, és az ő mászokánál koszorozzuk meg. És miután ehhez az eseményhez közel volt édesanyjának, Zrínyilónának is, ezért ott is hajtsunk felett, ott is helyezünk el egy koszorút, majd pedig a fiatalokat arra kérem, hogy Terekszázi emlékhelyre is vigyenek koszorút és a Rákóczi kastály falán a jövő emléktáblát és koszorúzzák meg. A kedves vendégeket, kollégákat pedig kérem, hogy a koszorúzás után, ami az épületen belül zajlik, a Rákóczi teremre gyűjjünk össze, és beszéljük meg így már nem ilyen hivatalos keretek között mindazt, amit gondolunk a könyvről, a kutatásról, akár Gyuliról is, megkérdezni. Köszönöm szépen, hogy megtiszteltek minket, és mindenkinek szép napot kívánok. És részvételt a többi rendezvényeken is, hogy holnap kezdődik.